Légy a gyerekek Mikulása címmel kér mindenkit a munkácsi görögkatolikus egyházmegye, Caritas jótékonysági alapítványa arra, hogy csatlakozzon egy nemes ügyhöz, és tegye szebbé a gyerekek téli ünnepét. Nem ez az első alkalom, hogy Szent Miklóssal kapcsolatos rendezvényt tartunk. A jótékonysági alapítvány megalakulása óta egyik célközönségünk azok a gyermekek, akiket a Caritas gondoz és támogat. Minden évben hagyomány, hogy a karácsonyi időszak kezdetén szervezünk egy kis ünnepséget a gyerekeknek. Idén az alapítvány közel 300 gyermek számára tervezi az ünnep megszervezését. Már van egy felkérés a Vakok Társaságának ukrajnai szervezetétől a gondozásuk alatt álló gyermekek számára. Aztán a lehetőségeinktől függően és attól mérten, hogy a gyűjtésünk hogyan halad, eldöntjük, hogy kinek tudunk még segíteni, milyen kategóriájú gyermekeknek. A Mikulássá válás a gyűjtés támogatását jelenti. A részvételnek több módja is van. Ajándékokat gyűjtünk játékok vagy édesség formájában, speciális dobozokba, amelyeket három helyszínen találhatnak meg az érdeklődők. Az egyik az Irgalmasság házában, Minajban, a másik a Bulka mosodában és kávézóban, a harmadik pedig a Caritas központunkban van. Aki szeretne csatlakozni az akcióhoz, az hozhat ajándékot, esetleg egy levelet a gyereknek, ha boldog ünnepeket szeretnek kívánni neki. Anyagi támogatást is szívesen fogadunk. Minden részlet megtalálható a hivatalos oldalainkon. A gyűjtés december 3 ig tart. További információkat a Caritas munkatársaitól lehet kapni, többek között az alapítvány közösségi média oldalain keresztül.